Itthon tegnap, május 10-én ünnepeltük a mentők napját. Mindennapi ismeretlen hősök ők. Már a járvány is nagy nyomás alá helyezte őket. Az ukrajnai egészségügyi dolgozók számára a koronavírus után a háború okozta terheltség még nagyobb kihívás elé állította őket. Bakhmut városában most heroikus küzdelem folyik. Az amerikai hírszerzés szerint az elkövetkezendő időszakban a harcok felerősödhetnek. Az ukrán erők még kitartanak, de egyre több a halott és a sebesült. A több száz kilométeres frontvonal puszta mérete a végletegi igénybe vette ukrán erőforrásait. A sebesültek kezelése, kórházba juttatása is sokszor akadályokba ütközik. Bakhmut egy ukrán kisváros, ahol próbálják a helyi kórházban a sebesülteket és traumás sérüléseket kezelni. Azonban a kórházat egykor nem sürgősségi és traumás ellátásra tervezték. A kórház jelenlegi feladata, hogy stabilizálja a Luhanszk megyei Popaszna város körüli harctéről érkező sérülteket. Innen tudják tovább szállítani őket nagyobb, nyugat-ukrajnai kórházakba, távolabb a harctértől. Elena orosz származású kanadai önkéntes, aki csatlakozott az első önkéntes mobilkórházhoz, Pirogovhoz. Ő a mobilkórháza közvetlenül a fronton teljesít szolgálatot. Elkeseríti a háború és amit lát. Nem láttam még ennyi emberi tragédiát, és ezek teljesen felesleges szenvedések. Megértem, hogy mindenki azt mondja, hogy háború van és lesznek áldozatok, ami bizonyos szempontból megdöbbentő. De amikor egy orosz mesterlövész csak úgy megöl egy családanyát, aki épp át akar menni a hídon Irpinbe, az semmi sem indokolja. A 23 éves fiatal medikus szintén a mobilkórházban dolgozik, éppen egy súlyosan sérült katonát szállítanak a kórházba csapatával. Nagyon megsebesült, súlyosan, nyílt törésekkel érkezett. Biztonságosan kórházba vittük. Amikor visszajöttünk a fenntartott gyűjtőhelyre, azt lebombázták. A helyi Tatjana látogatóba érkezett a kórházba. Ő a civil élet szörnyű állapotairól számol be. A helyzet szörnyű. A villanyt és a vizet többször kikapcsolják. Hónapok óta nincs gáz, nincs víz, és egyáltalán nincs világítás az új város részekben. Minden oldalról harcok dúlnak. Elena a helyiekkel sokat beszélget. Szomorú történetek bontakoznak ki. Több emberrel is beszéltem, és néhányan elmenekültek, elhagyták Donbaszt, hogy elmeneküljenek a háború elől, és a háború ott találta meg őket. A háborúban a szolgálatot teljesítő orvosok, ápolók és mentősök heroikus küzdelemmel próbálják meg a sebesültek életét megmenteni a lassan 3 hónapja dúló harcok közepette.